Adjon Isten mindenkinek, a mai videóban megmutatom, hogy egy egyszerű dörzsi szivacs, ez itt a reklám helye, ingyen reklám, nem kapok érte pénzt. Tehát egy ilyen dörzsi szivacs, ez három darabos, hogyan tud megmenteni akár emberi életet is bizonyos körülmények között. Ez a dörzsi szivacs, ez egy összeszőtt hálóból van, rozsdamentes szálból van összekötve vagy horgolva, és ilyen toroid formára van rakva. A másik fajta, amelyik jön össze-vissza, az nem jó arra a célra, amire most fogom bemutatni, mert általában ezt mindenki csak ilyen edény súrolása, makacs szennyeződések eltávolítására használják, de mutatok most egy újféle használatot. Hogyha ezt a dörzsi szivacsot itt a felső részen kivágjuk, amit összefogja, akkor ki tudjuk húzni egy cső formájára, olykor más formát is ölt. Tehát lényeg az, hogy van egy csőszerű anyagunk, amit ráhúzunk, mégpedig egy lábbelire. Így egy teljesen csúszásmentes felület jön létre jeges időszakban, és ezt a lábbelit tudjuk használni meredek felületeken, vagy vízszintes felületeken, teljesen csúszásmentes, ugyanis a jégbe beleakaszkodik a rozsdamentes acél, és kellő tapadást biztosít, tehát nem fog csúszkálni az ember. Viszont amikor kicsit használódik, tehát egész napra nem fogja kibírni, ilyenkor fordítani kell rajta, vagy 180 fokot így, vagy az elejét a hátuljával kell megfordítani, így egy kicsit tovább használható, és hogy kirándulunk, akkor esetleg kis ágdarabbal a cipő fűzőhöz ki lehet peckelni, hogy ez ne tudjon visszapöndörödni, és így a felületen biztos tapadást ad. Tehát jégen, ónos esőben, esetleg latyakban kiválóan és biztonságosan alkalmazható. Annyit kell tudni, hogy az ember mikor közlekedik a cipővel, akkor ez mozog, tehát ez is egy picit megpróbál lecsúszni, ezért mondtam, hogy ezt kicsit esetleg hurkapálcával vagy gyufaszállal ide lehet biztosítani, vagy fűzővel megkötni, és nem fog letekeredni. Olyan cipőnél használjuk, amit nem sajnálunk, ugyanis ez a mozgás hatására dörzsöli, tehát a lakkos cipőt hanyagoljuk. Tehát jobb egy egyszerű sportcipő, és csak az első részére, a sarok része nem lehet ráhúzni, mert nem elég hosszú maga az anyag, és ez a kis szál, ez amikor rálépünk, olyan, mint a korcsolya, nyomás hatására belenyomódik a jégbe, felolvad és biztos tapadást nyújt, és nem fogunk rajta elcsúszni. Tehát ez a trükkje. Mint mondtam, többféle felületen lehet használni, tehát akár ilyen meredeken is, vagy vízszintesen, tehát akár ilyen szerszámmal, nevezzük szerszámnak, egy egyszerű dörzsi szivacsot, meg lehet mászni a rámszakadékot ónos esőbe kellő biztonsággal, de ahhoz kell némi rutin is. Ezt szerettem volna megmutatni, Isten áldjon benneteket, sziasztok!